Láthatóan részegen, igen jókedvűen jelentkeztek be a Facebookra két napja ezek a férfiak, miközben lakott területen 150 km/h sebességgel száguldoztak Romániában. A hátsó ülésen levő férfi közvetítette élőben a közösségi oldalon a gyilkos száguldozást. A férfi feltehetően a sportkocsi képességeivel akart hencegni. A mozgó felvételből is érzékelhető a nagy sebesség. A sofőr rövid időn belül elveszítette az uralmát a jármű fölött, betört a szélvédő és kigyulladt az autó. A rendőrségi beszámoló szerint az autó gyakorlatilag lerepült az útról, áttört egy gazdaság kerítését és az udvaron halálra gázolt egy 79 éves nőt, egy 3 éves gyereket és egy állapotos asszonyt. A balesetet okozó sofőr könnyebben, két utasa súlyosan sérült meg. A 39 éves sofőr elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül elfogták. Magyarországon sem megengedett a mobilozás, csetelés, vezetés közben, mégis sokan így tesznek. Ha valakit rajta kapnak ezen a rendőrök, 10 000 forintra büntethetik, és 3 büntetőpontot szabhatnak ki. Aki vezetés közben mobiltelefont tart a kezében, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mobiltelefont használja is, tehát elegendő az, hogyha valaki a kezében tartja, azzal már szabálysegést követel. Ez helyszínbírsággal sújtható, illetve előéleti pontot is kap a járművezetője, aki, hogyha ugye 15-18 büntető pontot eléri, akkor a járművezetői engedélyét bevonja az okmányiroda. De nem csak a bírság és a jogosítvány visszaszerzésének körülményes mi volt, amiatt érdemes kerülni a mobilozást vezetés közben, hanem a balesetek elkerülése érdekében is. Rendkívül balesetveszélyes mással foglalkozni vezetés közben, mondja a szakember. Egy jó vezető reakció ideje 0,7 másodperc. Ez nő meg jelentősen, ha vezetés közben másra figyelünk. Ráadásul adódhatnak olyan forgalmi helyzetek, amikor mindkét kezére szüksége van a sofőrnek. Ugyan számadatokkal nem rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy Magyarországon hány baleset következett be a mobiltelefon használata miatt, de számtalan baleset bekövetkezhetett emiatt. Ugye az elmúlt időszakban volt olyan halálos baleset, amikor egy férfi az egyik úton live volt a Facebookon, miközben előzött egy másik járművet, nem tudott visszatérni, és a balesetben 9 vesztették életüket. Nem kell, hogy ilyen tragédiák következzenek be, de nagyon veszélyes a mobiltelefon használata. Éppen ezen balesetek miatt szigorított a szabályokon a romániai kormány hétfőn. Október közepétől szigorúbban büntetik az okostelefonok és hasonló készülékek használatát autóvezetés közben.